A Szent György napjához kapcsolódóan hagyományos, ollóval történő birkanyírásnak lehettek részesei az érdeklődők a Felső Tárkányi tájházban a hétvégén. A település többek között ezzel a programmal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, a tájházak napjához. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok is megismerkedjenek azzal, hogy hogyan éltek a nagyszülők, dédszülők, milyen használati tárgyak vették őket körül, milyen ruhákba öltöztek, mit ettek, mit ittak, hogyan éltek. A látogatók amellett, hogy a helyi népszokásokkal is megismerkedhettek, a felsőtárkányi viseleteket is megtekinthették. 60 évvel még így jártak a faluba. Van egy kislányruha, az egy menyecske, fölkötős menyecske, az csak akkor szabad volt viselni, mikor valaki férhez ment, és utána 2 évig hordhatta. A település idén második alkalommal csatlakozott a Tájház Szövetség rendezvény sorozatához. Na, kész a tészta, most már betesszük, hogy kelljen. Duplájára kell, hogy meg kelljen, és akkor utána újból összeragasszuk, és akkor megint kelni kell neki, mert addig lehet beszélgetni. Míg tavaly bordáscsíkot készítettek a helyiek, addig idén a lakodalmas, más néven morványkalácsot kóstolhatták meg az érdeklődők. A tájházak napján ebben az évben országszerte összesen 80 tájház várta nyitott kapuval a látogatókat.